Harmadik rész, 23. fejezet. A pszichiátria társalgójában ültek hárman, Zsuzsa, Áron és Anna. Immásokat gyár ebben a hónapban, és az se volt újdonság, hogy akadozik a beszélgetés. Június derekától egyszerre jöttek Áronnal, mert a gyerekosztályon Annának is megszaporodott a tennivalója, nem ért rá délelőtt látogatni, négy körül szabadult. Hogy telt a napod? Érdeklődött Zsuzsa, és Anna belátta, beszélnie kell, egyébként sosem múlik el ez az egy óra, ami a látogatásból még hátra van. Lecsengett a fosós hányós járvány, kezdte mesélni, holnap az utolsó csecsemő Zoé is hazamehet. Neki tanárnő az édesanyja, jelezte Zsuzsa, hogy emlékszik a történetre, amit Anna mesélt. Még jó, hogy tanítási szünet van, és ráér a kórházban ücsörögni. Valóban szerencse hagyta rá Anna, és nem tette hozzá, hogy a legtöbb szülő ráér, mert a gyerek nagyon elveszett nélküle a kórházban, és az anya mindent félretesz, hogy vele lehessen. Bár igaz, egyik se a világ békén ügyködik a munkahelyén, de lehet, Zoé anyja azt is hagyta volna, mikor a kislánya beteg lett. Mindegy. Nem minden szülő egyforma. Mellesleg nem így hívják, mondta Zsuzsa. Illene a nevén neveznünk, elvégre kinőttünk a gyerekkorból. Rotavírus fertőzés. Ez a fosós hányos megnevezés pontatlan és gyermeteg. És nem is vicces. Tudom, anya, de mindenki így mondja. Elég baj. Ki nem állhatom, ha felnőtt emberek gügyögnek. Rendben, anya. Lezajrott a rotavírus fertőzés, így megfelel? Lényegesen jobb. Orvos vagy, beszélj is úgy. Hány beteget vettetek fel? Kérdezte Zsuzsa. 10, felelte Anna. Hány forgott életveszélyben? Egyik sem, mondta Anna, és nem értette, miért faggatózik az anyja. Infúziót kaptak a kiszáradás ellen. Beleőrülnék, ha ilyen semmiségekkel kellene a napjaim tölteni, mint ez. Nem semmiség, tiltakozott meggondolatlanul Anna. A néhány hónapos csecsemők életveszélybe kerülnek, ha kevés folyadékhoz jutnak. Ne beszélj velem úgy, akár egy idiótával, mondta az anyja. Ezt tudom, de infúziót bekötni bárki képes. Elpazarolod ebben a vidéki kórházban magad. Már miért lenne pazarlás? Kérdezte emeltebb hangon Anna. 10 babát megmentettünk. 2 közülük én magam, mert a főorvos rám bízta őket. Az egyiknek ismerem is az anyját még a gimnáziumból. És? Ismered, számít ez? Komoly munkává nemesíti, hogy kiutaltál neki 1/2 liter fiziológiás oldatot? Nem, de jó érzés, mondta csöndesen Anna, és megint elhallgattak. Áron kissé félrehúzódva ült, lehet nem is szándékosan, csak így jobban elfért a lába. Anna ritkán nézett rá, mert fájt neki látni. Lekopott róla a mexikói barnaság, elhalványultak a szeplőik, csak a szeme maradt ugyanolyan ragyogóan kék. Mióta Anna elköltözött otthonról, alig beszéltek. Pontosabban Áron 2-szer hívta fel, és akkor is Zsuzsa miatt. Hogy nem tud jönni a látogatásra, mert állásinterjúja lesz, mentse ki a feleségénél. A rotavírussal is foglalkoztunk néhány hónapig, próbálta szóval tartani a családját Zsuzsa. Nem is tudom hányban. Te se emlékszel, Áron, mikor volt? Nem jött be az elképzelésünk, lezártuk a projektet. Áron feljebb húzta magát a széken. Talán 2010-ben. Igen, akkor. Elmosolyodott. Egész nap szólt a tévé, ha tehettük, néztük a foci VB-t. Lehet azért futcsolt be a kísérlet, tréfálkozott vérszegényen Anna. Lehet, hagyta rá Áron. Le is fogyott, állapította meg Anna. Mikor június első hetében elvitte a cókmókját, néhány nap múlva Márta néni is hazaköltözött. Áron említette később egy látogatás során. Nincs, aki főzön rá. Majd most, hogy anyát hazaengedik, főzőcskészhetnek. Üres a mézes kalácsház, kiköltözött a mostohalány, az anyja felhízlalja Áront, és utána megakadt a gondolatmenetben. Megeszi? Ilyennek látom őket és magam. Hogy anya a boszorkány és Áron Jancsi, akkor én vagyok Juliska, aki megmenti a banya fogságából Jancsit. Anyám felfalja Áront. Tavasszal épp fordítva gondoltam. Azt hittem, Áron szipolyozza anyámat. Már megint hol jár az eszem, rázkódott meg. Áron nem a testvérem, anyám pedig nem a vasorú bába. Egyébként se alkalmas senki felhízlalására.
10 óráig se készített soha nekünk Fannival, a büfében vettünk valamit. Mi van a mosogatógéppel? Hallotta meg az anyja kérdését. Sikerült tegnap beszereltetned? Csak majdnem. Zalán szerint még hiányzik egy könyök, ezen felnevetett. Bármi is legyen az a könyök. Ma megveszi, és este már ki is próbálhatjuk. Ügyes fiú, mosolygott a délután folyamán először, valóban melegen Zsuzsa. Kedvelte Zalánt, aki egyszer még látogatóba is eljött. Pedig nem kapsz tőlünk unokát, nézte anyja lelkes arcát Fancsalin Anna. A kapcsolatunk Zalánnál az egészségügyi szex hetente 2-szer, és vészhelyzetek elhárítása tartományra korlátozódik. Azért Anna buzgón helyeselt. Nagyon ügyes fiú. Nem tett bele 2 óra, és ripsz-ropsz, már csak a könyök hiányzik a kézhez. Ha nem tetszik, miért nem szerelőt hívtál, szólt szárazon az anyja. Senki nem jön ki ennyi munkáért, vagy ha igen, karácsonyra, magyarázta Anna, és elszégyelte magát. Áron megérezte a feszültséget, mert erőre hajolt, és Zsuzsa asztalon nyugvó öklére tette a kezét. Szeretnél valamit, hogy elintézek szombatra, mire hazajössz? Zsuzsa csodálkozva nézett rá. Semmit, csak legyél itt 10-re. Fura, hogy szombaton írnak ki, jegyezte meg Anna. Éva lesz az ügyeletes, és neki így egyszerűbb. Zsuzsa szeretett mindenkit a keresztnevén, és nem a címén nevezni. A főorvosnőt is évázta. Ügyeletben vett fel, ügyeletben enged haza, tette hozzá. Anna nem szívesen emlékezett arra a szombatra, úgyhogy a hazajövetelre terelte a figyelmet. Segítek Áronnak kitakarítani. Nem mint a koszos lenne, elhallgatott, ebből úgy se keveredik ki, kár volt belefogni is, úgyhogy hagyta. Mehetek holnap este vagy szombaton reggel. Áronra nézett. Neked hogy jobb? Jó lesz reggel. Együtt jövünk be Zsuzsáért, nem kell 2-szer kibumliznod, felelte Áron. Rendben, szombaton reggel megyek, bár holnap úgy is találkozunk itt. Ha valami változik, megbeszéljük. Holnap nem érek rá, szólt közbe Zsuzsa. Lilla látogatási időben tartja az utolsó ülést. Ahogy szeretnéd, anya, nyugtázta Anna, és a megkönnyebbüléstől, hogy egy kínos alkalmat megúszott, szokatlanul lelkesen 2 buzit adott az anyjának. Az átörelte, és Anna szemét a váratlan gesztustól elfutotta a könny. Megyek, búcsúzott, mert Zalán biztosan vár a kapunál. Felállt és elviharzott. Huszonnegyedik fejezet. Másnap délután Anna a szakorvosi szobából lépett ki a folyosóra, amikor az üvegfalakon át meglátta Áront. Zoé zárójelentését íratta alá a főnökével, mert ő még nem adhatott ki hivatalos dokumentumot. Felemelte a papírköteget, hogy Áron lássa, valamit még el kell intéznia, a férfi meg is értette, intett, hogy tegye. Aztán Anna mégis inkább kiszaladt a váróba, hogy megkérdezze, mi történt, mert a nyugtalanság nem hagyta dolgára menni. Valami baj van, dugta ki a fejét az üvegajtón, és a sietségtől enyhén liegett. Semmi ne aggódj, semmi különös. Igyekezett megnyugtatni Áron, és közelebb lépett hozzá. Anna nem jöhetett ki a váróba, mert a fertőző részlegen kötelező köpenyt, sapkát és lábzsákot viselte. Szeretnék beszélni veled, ha ráérsz kicsit. Persze, biztosította Anna. Áron nyilvánvalóan kerülte, az anyjától se jöttek el egyszerre, most meg idejön a munkahelyére. Anyával van valami? Kérdezte. Nem, dehogy, tiltakozott Áron, és mosolyogni próbált. Rólam van szó. No, ettől lett csak Anna ideges. Remegett a nyomra az aggodalomtól, amíg visszasietett az osztályra. Mit akarhat Áron tőle? Mit tud ő, amit más nem? Valami baja van. Mi másért keresné, biztosan tanácsot kér betegségügyben. Az apjával is így kezdődött, ő is nagyjából ennyi idős lehetett. Fogyott és gyakran otthon maradt, mert belázasodott, köhögött. Aztán elkezdődött a rémálom, és 2 év múlva az addigi életük összeomlott. Azért ennyire nem kéne előre rohanni, intette magát. Mennyi a valószínűsége, hogy egy családban 2 ember ugyanabban a betegségben szenvedjen? Már ha nem valami környezeti ártalom okozza. És mennyi a valószínűsége, hogy Áron, vagy igazság szerint bárki, egy friss gyerekgyógyász rezidenst kérdezzen a bajáról. Itt is vagyok, elnézést, hogy megvárattam, mosolygott Zoé anyukájára, aki a pelenkázó asztal mellett várt rá.
Ugyanabba a gimnáziumba jártak a fiatalasszonnyal. Anna két évfolyammal alatta, de egyikük se hozta szóba, hogy testnevelés során együtt futották a 12 perces felmérőt. Akkor tegeződtek, most nem. Akkor Anna volt a kicsi, most viszont a tekintély a doktornő, aki megmenti a kislány életét. Zoe enyhe fokú kiszáradással került be néhány órás hasmenés és étványtalanság után, infundálták, megfigyelték, ma pedig végre hazaengedik. A szülőknek kizárólag ez a pillanat számít. Kétségvesve berohannak a gyerekkel a kórházba, aztán amikor kicsivel jobban lesz, más se érdekli őket, csak hogy mikor mehetnek haza. Hogy vagy, pici Zoé? Hajolt Anna a baba fölé, és a kislány jókedvűen visszagőgicsélt. Anna végig simította két karján, majd a lábacskáin, és ellenőrizte a kutacsát. Szintben, helyes. A tüdejére nem hallgatott rá, de a hasát finoman megnyomkodta. Zoé gurgulázva nevetett. Anna szívét egy pillanatra összeszorította a fájdalom. Lesz-e neki valaha ilyen gyönyörű lánya? Önkéntelenül felnézett. A több üvegfalon keresztül homályosan látta Áront, ahogy a váróban a falat támasztja. A következő két napban ne adjon a picinek más, csak anyatejet, mondta az anyukának. Hadd pihenjen a gyomra. Reszeltalmát néhány nap múlva adhat, és természetesen D-vitamint. Az elválasztással várjanak, míg letelik a két hét. Köszönünk minden, nyújtotta a kezét Zoé édesanyja, Dóri, aki most asszony néven futott, és nagynénak szólították. Nincs mit, örülök, hogy ilyen gyorsan felépült a kicsi. Ha bármit tapasztalna, ami miatt aggódik, nyugodtan hívja fel az osztályt, segítünk. Búcsúzott Anna. Magukra hagyta őket, beszaladt a mosdóba, hogy ellenőrizze, tényleg olyan rémesen festette az előbb, amikor Áronhoz kiment, mint sejti. Tényleg. A fürdősapkához hasonló védősapka a fején, az álla alatt a lehúzott maszk, a legalább három mérettel nagyobb műtős köpeny. Szánalmas. Már mindegy. Átöltözött civilbe, miniszoknya, újatlan blúz, lapos sarkos szandál. Fésülködni, sminkelni nem volt türelme, mert izgatta, mit akarhat a férfi. Itt vagyok, mosolygott Áronra eltúzott vidámsággal. Elvégre ők jóban vannak. Egy család, mi egymás. Történt köztük, ami történt. Leginkább semmi, a benne kavargó érzések és vágyak nem kerülnek a nagy kivetítőre, mint a gólok a stadionban. Kár feszengenie. Mivel a kórház udvarán a tenyérnyi lugast felszámolták az új szárny építésekor, a közeli temetőben választottak maguknak egy padot. Itt a nap se tűzött, az úzmóval borított 100 éves sírkövek a gótikus fantazik világát idézték. Mindjárt előugrik Dracula gróf az egyik sírból, mondta idegesen Anna. Leültek a kovácsolt vas kerítés mellé a padra úgy, hogy még véletlenül se érjenek egymáshoz, és ő is lassan megnyugodott. Mi a baj? Kérdezte, amikor már normál ütemben vert a szíve. El fogják venni a doktori címem, felelte Áron. Anna egész testével felé fordult. Tessék! Kiáltott fel. Áron bólintott. Az egyik tanársegéd, végül is ismered, Horváth Márton talált egy régi cikket, amit állítólag plagizáltam a diploma munkámban. Ez hülyeség, Horváth meg egy szemét, mondta Anna. Tudta, ő rakta fel a videót az anyjáról, de ezt nem mondta Áronnak, még idejében visszajelte. Más se hiányzik, hogy Áron a videót lássa. Már levették, de biztosan számos gépen maradt belőle. A professzorasszony cicéje kihagyhatatlan téma a röhögésre. Féltékeny Zsuzsára, mondta Áron, és persze rám is, mint a kedvencre. Hallgattak kicsit, Anna a földet rugdosta maga előtt. Vajon igaz? Áron tényleg lopott? Kizárt. Annál jellemesebb, és esze is több van. A Google mindent megtalál, fölösleges trükközni. Áron viszont nem mondta, hogy Horváth hazudott, csak azt, hogy megvádolta. És, kérdezte Anna, te meg gondolom elküldted a fenébe. Tartok tőle, hogy tényleg talált valamit az egyetemi adatbázisban. Ugyanaz a szöveg, mint az enyém, noha nem tudtam róla. Anna hallgatott, és rázuhant a helyzet, megoldhatatlan volta. Ha ez igaz, meghurcolják a férfit. Mikor történt, kérdezte, mármint Horváth, mikor jött elő ezzel? Még májusban, mondta a férfi, és végre ő is Annára nézett.
Igazad volt, tényleg idegesített valami, de nem akartam beszélni róla. Nem akartalak terhelni. És most? Kérdezte Anna. Áron kínzottan felnevetett. Terhelni most se akarlak, de muszáj valakivel beszélnem róla. Te vagy az egyetlen, akivel tudok. Akivel lehet. Aki nem gúnyol ki és nem vet meg. Legalábbis remélem. Anna megfogta a kezét, ami köztük pihent a pad ülőlapján. Egymásba fonódtak az ujjaik, és Annát megdöbbentette a saját testi reakciójának hevessége, ami az alkalmatlan hely és időzítés dacára elfogta. Hogy elnehezült az öle, és megint szaporában vert a szíve. Már a kezétől beindulok, gondolta keserűen. Anyának mondtad? Kérdezte. Nem akartam ezzel idegesíteni. Hát persze, hogy nem, gondolta Anna, és a férfi arcán a szégyent látva elfacsarodott a szíve. Idegesíteni, terhelni, belé kapaszkodni. Horváth nem a címet irigyli, neki is van, hanem anyád, gondolta Anna. Áront anya nevelte tudóssá, ahogy 10 évig anya akadályozta az előrejutásban. Most viszont ösztöndíja a külföldön kutathat, mint a nagymenők. Horváth pedig a diákokkal vesződik naphosszat. For benne a harag és a bosszúvágy. Az anyja ellen, akit Áronon keresztül tud bántani. Az ő cikke volt, ugye? Anyáé, kérdezte. Áron felé fordult, majd azonnal vissza. Könnyebben beszélt úgy, hogy közben nem nézett a lányra. 8-10 évvel ezelőtt írta Zsuzsa, valószínűleg nem is emlékszik rá, hogy szerepel az adatbázisban. Soha nem publikálta. Amikor a doktorimmal szenvedtem, akkor elküldte, hogy ezekkel a gondolatokkal tudna segíteni, én meg boldogan kaptam rajta. Elhallgatott, megcsóválta a fejét. Mindegy, nem is lényeges, hogy volt. És ez már biztos? Kérdezte Anna. Vagy Horváth csak a száját jártatja? Áron ránézett. Biztos. Hétfőre berendeltek a doktori tanács elé meghallgatásra. Anna rásimította a férfi arcára a kezét, és nem tudott mit mondani. Sejtette, hogy történt. Az anyja beleszeretett Áronba, és segíteni akart neki. És megtette, nem törődve a következményekkel. Valószínűleg nem gondolta végig, mi lesz, ha kiderül, a cikk az ő munkája. Az anyja, ha valamit akart, és Áron biztosan nagyon akarta, hisz ki ne akarná, akkor tűzön vizen keresztül tör előre. Nézték egymást, a madarak daloltak a fákon, a közeli templom elütötte a hatot, és mögöttük az utcán zajlott a forgalom, de őket csöndes burokba zárta a szomorúság. Áron lehajtotta a fejét, a homlokát Anna vállára támasztotta, a lány pedig lassú, finom mozdulatokkal simogatni kezdte a haját. Milyen régen szerette volna megérinteni, és most nem érezhetett örömöt, csak fájdalmat. Görcsbe rándult a gyomra, annyira sajnálta a férfit. Szerette volna, ha inkább vele történik mindez, inkább az ő diplomáját kérdőjelezzék meg, csak ne fájjon Áronnak. Ne fájjon neki annyira, hogy minden meggyőződését sútba dobva hozzáforduljon vigaszért. Most mi lesz? Kérdezte. Nem tudom, mormolta Áron Anna nyakába. Lövésem sincs. Anna nagyot nyelt, és bár nagyon nem fülötte ez a foga, kénytelen volt megkérdezni. Mi lesz a közös kutatásotokkal anyámmal, a mexikói projekttel? Áron kiúzta magát. Azt nem érinti. Anna szeme csodálkozó nyílt nagyra. Biztos, hiszen akkor nincs is akkora baj. Áron elhúzta száját. Hát ez egy haladék, kétség kívül. Anya hát, ha elsikálja, mondta Anna. Áron szája megrándult. Anna, nem várhatok mindent anyától, és nem is várok. Anna elpirult. Nem úgy gondoltam, tudod, hogy nem. Pedig mindenki így gondolja. Szarok mindenkire, fakadt ki Anna. Áron keserűen felnevetett. Ez is egy hozzáállás. Jó hozzáállás, mosolygott Anna. És te hogy vagy? Kérdezte Áron. Kisé távolabb csúszott a padon, és elengedte Anna kezét. Jól, jól megvagyunk Oliviával. Szólj, ha valamire szükséged van, bármire, könyökre vagy hasonlóra. Hát persze, felelt Anna, is fájt, hogy vége a meghittség kurtára szabott perceinek. Holnap azért átmegyek, még ha nincs is rám szükséged. Letakarítom legalább az ablakokat, és kimosom a függönyt. Biztos ráfér, és neked nyilván nem volt időd. Nem hiszem, hogy koszos lennél, vagy valami.
Áron megérintette a kezét, és ezzel benne szakasztotta a szót. Nem hiszem, hogy koszosnak tartasz, Anna. Ne aggódj, és örülök, ha átjössz. Megvillant a szeme. Nem félek tőled, mondta. Anna zavartan felnövetett. Még jó, hogy nem, sokkal erősebb vagy nálam. Ne hidd, nyelt egyet Áron, és Anna belevezett a szeme kékébe. Ez sose fog kiderülni, sóhajtott Anna, és az ölébe húzta a táskáját. Kisebb csoport távozott a templomból, néhányan a temetőn keresztül sétáltak haza, egy család három gyerekkel mellettük haladt el. A gyerekek örömükben, hogy kiszabadultak a szertartásról, előre szaladtak be a sírkövek közé. Gyertek vissza, Eszter, Kitty, Luca! Mit mondtam a rohangálásról? Kiáltott az asszony, majd az őket figyelő fiatal párra, Annára és Áronra mosolygott. Jó napot! Ők félszegen viszonozták a köszönést. Tévedsz, nézett utána kedvetlenül Anna. Mi nem ti vagyunk, fiatal házasok, majdnem megszülető, legalább ennyi gyerekkel. Mi vétkesek vagyunk egy olyan bűnben, amit el se követtünk. Hazavigyelek? Kérdezte Áron. Megyek busszal, állt fel Anna. Mikor már néhány lépés távolságra járt, akkor szólt utána a férfi. Köszönöm. Anna futni kezdett, pedig 10 percenként járt a busz. Huszonötödik fejezet. Gyalog ment fel a negyedikre, mert ez hozzátartozott a napi fitnesshez. Vagyis ez adta a napi fitneszt, pedig vettek Oliviával szobabiciklit, a fogójára teregették a kardigánokat. A lépcsőház meleg volt és ételízesítő szagú, mindig. És mindegy, ki mit főzött, ugyanaz a bűz terjengett. Anna feltételezte, ez a lakótelepi szakszürke, az összes színkeverékének a szaga. Az ajtó tárva nyitva állt, és bentről nevetés hallatszott. Zalán és Olivia viáncoltak. Anna ingerülten kiáltott a konyha irányába, ahonnan a zaj érkezett. Nyitva maradt az ajtó. Mi van, ha Cili kiszökik és elvész? Olivia bűnbánó arca jelent meg a konyha ajtóban. Bocsi, elfelejtettem. Jó, nem gond, visszakozott Anna, mert a cica már jött és elé peckes farok antennával, és a bokájához dörgölőzött. Csalára pisiltél? Kérdezte Olivia Anna feszült arca láttán. Csak nem féltékeny vagy, sutta. Anna először nem is értette, mire gondol, aztán leesett neki. Dehogy, sőt, még örülnék is neki. Olivia döbbenten bámult rá. Te nem vagy százas, mondta. Anna elpirult, és válasz helyett inkább benézett a konyhába, hogy Zalánt is üdvözölje. A mosogató alatt feküdt és szerelt. Szia, mondta, hogy állsz? Utolsó simítás is vége, hallatszott Zalán hangja tompán. Szuper, lelkesedett Anna kötelesség, tudom, majd elment átöltözni. Oliviát persze nem hagyta nyugodni az előbbi közjáték. Anna személyes terének, már ha a dobozokkal telezsúfolt hálószobát annak lehet nevezni, fittyet hányva ment utána. Itt büdös van, kezdte, mert az ablak bukóra volt csak nyitva a macska miatt. Ki kéne dobnod az állott kaját? Tudom, tudom, hagyta rá Anna. A hétvégén kitakarítok. Mindig ezt mondod, aztán 4 hete ki se pakoltál. Anna elhúzta a függönyt, ami a betűző napot és a meleget hivatott távol tartani, és tiszta pólót vett elő a szekrényből. Mi van veled? Kérdezte Olivia. Mi lenne? Valami van. Máskor fél óráig válogatsz még a hajgumik között is, hogy milyen színű legyen, most meg kihúzod a legfelső pólót? Gondolod, hogy a virágos szoknyához az a csíkos póló jól fog kinézni? Nincs velem semmi, hárított Anna, másik felsőt vett ki, ha már Olivia szóvá tette az előzőt, tessék-lássék, elfordult és pólót cserélt. Nem rendeztek nagy ügyet itthon a szeméremből, 8. úszás után együtt is zuhanyoztak. Anyukád? Találgatott Olivia. Anya jól van, holnap hazaengedik végre. Már nagyon elegen van a kórházból, egész nap, aztán este is. Zalán? Anna megigazította magán a pólót, és szembefordult Oliviával. Nincs semmi bajom, Oli, mondta, tereszkedett a szája széle, és elfutotta a szemét a könyv. Áron, ugye? Kérdezte Olivia, és a hangjában megbújó szánalom hallatán Annából kibukott az okogás. A szájára szorította a kezét, és csak intett, hogy Olivia hagyja.
Nem akart beszélni Áronról. Nem akarta kimondani. Ha megteszi, a szerelme minden gyönyörű, bűnös, erkölcstelen valójával életre kell, és akár egy újszülött követelőzni kezd. Azért ne rajtam verd, lemondta Olivia, és ezen a szerencsétlenessel, rendes pasi, ne tolj ki vele. Anna csak rázta a fejét, leült az ágy szélére, és a tenyerébe temette az arcát. Hagylak, értette meg Olivia. Anna bólogatott, és nem nézett fel. Oké, hagylak. Mielőtt kiment, futólag megsimogatta Anna fejét. Ő volt a legjobb barátnője. Zolán hamar végzett, és távozás előtt Anna udvariasan hívta, hogy vacsorázzon velük. Van valamitek? Kérdezte Zolán, fiatal férfiként mindig készen az evésre. Csak a szokásos, mentegetőzött Anna. Akkor inkább hanyagolom, anyám biztosan jót főzött. Zolán szülei Székesfehérvárot éltek, és a fiú hétvégén rendszerint hazaugrott, ha másért nem, hadtápért. Csütörtökig dobozokból étkezett. Lekísérlek, mondta Anna, amikor Zolán a cipőjét húzta. Minek? Fogott gyanút a férfi. Sose szoktál. Beszélni szeretnék veled. Zolán erre nem felelt, sőt még akkor is hallgatott, amikor leértek az utcára, csak az autó mellé érve mondta. Na ki vele, ne kímélj. Beültek az autóba, de Zalán nem indotott. Várta, hogy Anna mondja végre. És Annának elképzelése se volt, hogy fogjon bele. Mit mondjon, hogy ne bántsa meg? De ő már ezt nem bírja, nem fér rá a képére, a lelkiismeretére, hogy olyannal jár, akit valójában nem szeret, vagyis szeret, de leginkább úgy, mint a testvérét. Igaz, fiú testvére nincs, ez biztos más, úgy, mint a haverját. Szerintem nem kéne tovább folytatnunk ezt, mondta végül Anna, és nem volt megelégedve a teljesítményével. Olyan hülyeséggel, hogy te jobbat érdemelsz, mint a filmekben szoktak mondani, szégyelt előjönni. Zalán nem felelt azonnal, a műszerfalon piszkált valamit. Anna állt a rövidebb ideig a csendet. Bírlak meg minden, de azt hiszem, ez kevés, magyarázta, és sóhajtott, mert tini lányként sem mondott ilyesmit, hogy bírlak. Valójában szerette a Zalánt. Szerette, a náluk volt, és ökörködött Oliviával, most is szerette, hogy itt ült mellette az autóban, de arra gondolt, hogy ma este le kéne feküdnie vele, mikor minden gondolata Áron, attól kirázta a hideg. Nem bír Zalánnal ágyba bújni, még akkor se, ha vele a szex kielégítőbb, mint önmagában. A férfi olvasott a gondolataiban. Figyelj, nekem nem gond, ha máson jár az eszed, amíg velem fekszel le. De tényleg, nekem elég, amit kapok. Nem vagyok egy nagy igényű pasi. Aztán rövid idővel később, ami alatt végig gondolta a lehetőségeket, mondta. Vagy van valakid egy másik? Nem, de hogy tiltakozott Anna, és elmosolyodott, mert Zalán nem repesett ugyan, de a szíve se látszott összetörni. Pedig volt olyanja. Anna tudta. Szerette például a szüleit. Sokkal egyértelműbben, mint ő az anyját, és ezért irigyelte is. Nincs senkim. Hát akkor fordult felé a férfi, és Anna látta az arcán, hogy valóban nem érti. Jó együtt, nem? Mármint neked is nem csak tetted. Elmentél te is, általában, nem mindig, de többnyire. Anna nevetett és megpuszítta az arcát. Persze, hogy jó volt, nem erről van szó. A férfi megdörzsölte a puszi helyét. Akkor miről? Minek bonyolítod? Anna kinyitotta a kesztyűtartót, és elővette egy zacskó savanyú cukrot, és bontogatni kezdte, hogy időt nyerjen. Még a pszichiáter főorvosnál figyelte meg ezt a trükköt, és tetszett neki. A savanyú cukorra lehet bíbelődni, különösen, ha egyenként csomagolt. Kérsz? Nyújtott Zalánnak egyet. Ja, jöhet. És vett egyet. Nem tudom, minek bonyolítom, de úgy érzem, a kettőnk kapcsolata nem vezet sehová, mondta Anna. Te is majdnem 30 vagy, lassan nősülnöd kéne, család, gyerek. Zalán elméjé után rágcsálta a cukrot, hallatszott, ahogy töri a fogai között. Szerinted belőlünk sose lesz egy pár, mondta. Szerintem nem. Miért? Nézett Annára, és lenyelte a cukrot. Mert én nem szeretlek eléggé. Zalán vakargatta kicsit a fejét, ahogy szokta, nézegette a parkolóban a kutyasétáltatókat.
Egy majdnem német juhász épp egy palotapincsit kerülgetett. Felnevetett. Olyannak látsz minket, mint azok ketten. Nagyjából, nevetett Anna is, de nekem nincs mosni a hajamban. Befejezték a kuncogást. Azért ez hazavágott, mondta Zalán, és elkámpicsorodott képén látszott, hogy komolyan is gondolja. Én bírtalak. Kemény a cicid, jó a segged, tudod, vigyorgott szomorúan. Anna fejbe csapta a cukrozacskóval. Tudom, nem is vagyok az eseted. Könnyes szemmel adott búcsú puszit Zalánnak, kiszállt az autóból, integetett, és a fiú elhajtott. Huszonhatodik fejezet. Másnap reggel már az utcán haladszott a porszívó zúgása. Áron valószínűleg nem tudja, hogy Zsuzsa utálja a porszívót, állapította meg Anna. Az anyja szerint a porszívó legalább annyi port köp ki, mint amennyit felszív, csak forgatja a koszt. Zsuzsa és Áron 3 hónappal ezelőtt házasodtak össze, és ebből az anyja másfelett kórházban töltött, alig ismerik egymás szokásait. Persze előtte már volt köztük valami, de erre nem akart gondolni Anna, elhessentette. Kinyitotta a kertkaput, és végig sétált a járdán. Hetek óta nem járt itthon, idegennek érezte magát, noha alig változott valami. Talán annyi, hogy a kerti asztalt Áron elrakta. Mária néni nélkül nyilván nincs kedvekén kávézni. Szia, köszönt Anna a nappaliba lépve, de a férfi nem hallotta. Valóban porszívózott, ő is rövidnadrágot viselt, de míg az Annáé véget ért a feneke alatt, Ároné a térde fölött végződött. A 3 személyes vajszínű kanapé előtt hajlongott, hogy a porszívó csövével elérje a dohányzóasztal alatt is a szőnyeget. A hátán megfeszült az inge. A nyitott ablak előtt lágyan hullámzott a rózsamintás csikkefüggöny. Végre észrevette Annát, kikapcsolta a gépet, és kissé elfogódottan köszönt. Már rég munkában lehetett, mert a haja össze-vissza állt, és kipirult az arca. Nagyon készül anya hazatérésére, állapította meg Anna. Pedig Zsuzsa, ha jól van, és jól van, akkor nem osztogatja bőkezően az elismerést, nem fogja megköszönni neki. Mit csináljak? Kérdezte Anna, és meglátta magát az előszoba tükörben. Mint egy gimnazista, gondolta elégedetlenül, vezitláb farmersortban, egyszerű fehér pólóban. Ebből számtalan akadt a szekrényében, és egyszerre lehetett mosni. Legalább a kontya feje búbján felnőttes. Smink szándékosan nincs, dolgozni jött. Áron némiképp tanástalanul nézett körbe. Szerinted mi fontos anyukádnak? Anna nevetett. Leginkább önmaga. De leszedem a függönyt, berakom a mosógépbe, és nem mosom az ablakot. 1 óra alatt végez a gép, és akkor vissza is akaszthatom. Rendeljünk valami kaját, kérdezte Áron. Vagy főzzek neki, mit szeretne? Ne izgulj ennyire, mosolygott Anna. Hazajön és beveszi magát a dolgozóba, legfeljebb, ha este látod újra az ágyban. A képtől mindkettőjükbe benne rekedt a szó. Ezért ilyen ideges, értette meg Anna. Visszajön a felesége, és talán nem folytathatják ott, ahol abba hagyták. Annának persze megkönnyebbülés volt, hogy az utóbbi 2-3 hétben az anyja nem viselkedett szédült tyúkként, nem ugrott a férje nyakában, nem vallott neki nyíltan szerelmet, és nem is csókolgatta a nővérek előtt. De vajon Áron is megkönnyebbült? Nyilván annak örül, hogy a kórházban nem égetik, de mi lesz itthon? Hát ettől a gondolatsortól Annának sem lett jó kedve. Behozom a létrát, mondta. Várj majd én, ajánlkozott Áron. Ne bánj velem úgy, mint a kényes virágszál lennék, szólt ingerülten Anna, és kitrapolt a garázsba. Aztán nem hagyta, hogy Áron segítsen a létrát felállítani, s a függönyt leszedni, úgyhogy a férfi megvonta a vállát, és magára hagyta a nappaliban. Elüldöztem, gondolta Anna a létre tetején állva, és kipislogta a szeméből a könnyeket. Hát ennek ideje volt, nem sürgülődök itt hiába, állapította meg, amikor a függöny bűzös porfelhőt köpve a parkettára puffant. Felnyilábolta, felcipelt az emeletre, és betuszkolta a mosógépe. Együtt a fehér csipkét és a zöld sötétítőt. Anya úgyse látja, gondolta.
Vizet engedett a fürdőszobai felmosóvödörbe, lecipelte a földszintre, és nekilátott az ablakmosásnak. Nehezen haladt, betűzött a nap, melege volt, és sehogy sem akart szép lenni az üveg, foltos maradt és mázgitás, ahogy a nagyanyja mondta egykoron. Izzadt, a mosógépét, Jumbo Jetet imitált az emeleten, és Aaron is eltűnt valamerre, az udvaron se látta. Bement a konyhába inni. Aaron az ablak előtt állt, kifelé nézett a kertbe, és a testtartásából látszott, hogy percek óta meg sem mozdul. Lehet azóta állott, mióta kijött a nappaliból, gondolta Anna. Mit csinálsz? Kérdezte. Bujkálok, mondta Aaron, és Annában felrémlett, hogy ő is ezt mondta azon az estén, amikor az anyja beteg lett, és amikor mindketten ráébredtek, hogy a józan megfontolás dacára kívánják egymást. Ki elől? Kérdezte Anna, és várta ugyanazt a választ, amit ő adott. Magam elől, mondta Aaron, és megfordult. A pultnak dőlt, két oldalt a csípője mellett megragadta a pult szélét. Az ingén kigombolódott egy gomb, jól látszott a két kulcsontja közötti bemélyedés és kevés emelszőrzetéből, ami szőke volt és kicsit köndör. Anna úgy érezte, nem látott még ennél a férfinél szebbet, és ha nem érhet hozzá, belehal. Közel lépett, de félt a szemébe nézni. Inkább maga mellé merett, az égkék ingen a sötét kék gombokra. Felemelte a kezét, és kezdte gombolgatni őket. Közben beszélt, vagyis tulajdonképpen könyörgött. Neked nem kell hozzám nyúlnod, mondta. Sőt, nem is szabad. Csak nekem. Csak én érhetek hozzád. Engedd meg, kérlek. Engedd, mert nem bírom tovább. Engedd. Engedd, hogy megérintselek, hadarta, akár egy mantrát, és továbbra sem nézett a férfi szemébe, nehogy az elutasítsa. Nyitotta egyre széjjelebb az inget a férfi mellén, egyen lejjebb, míg elért a nadrág derekáig, akkor kirántotta a szíjról, és végül teljesen széthúzta. Jó darabig csak nézte. Áron mesztelen mellkasát, a mellbimbóit a szőke szőrtengerben, majd lejjebb a hasát, a nadrág szíj alatt eltűnő szőrösvényt. Gyönyörködött benne. Áron szaporán szedte a levegőt, hallotta az ihálását, és látta a nyakán a szédülten pózáló eret. A karotisz púzus. Butott felszínre Anna gondolatai köz, de aztán nem gondolt semmire, csak Aaronra. Mert hozzáhajolt, két kezét, két oldalt rásemította a mellére, és megcsukolta a bőrét. A mellizmok közt a lankás hajlatban. Forró volt Aaron bőre és sósízű, mert a csók után még erősebben akarta érezni, ezért szégyentelenül megnyalta. Aaron felsóhajtott. Anna nem reagált a hangra, hanem sútba dobva büszkesége maradékát tovább csókolta és nyalogatta. Elködösült tekintette, bódultan a vágytól haladt lefelé, nagyjából egyenes vonalat tartva, de azért a középvonaltól itt-ott elkalandozva, végig a mell és a hasizmokon, majd a szőrzet kijelölte középvonalon. Féltérdre ereszkedett, hogy kényelmesebben hozzáférjen Aaron testéhez, elidőzött kicsit a köldökénél, alaposan körbe kóstolgatta, a kezével még szét is úszta, hogy belenyalhasson, aztán elért a derékszíjig, és ekkor mindkét lábával letérdelt. Anna nyögött fel Aaron, amikor a nadrág szíj fölé szórta a csókjait. Engedd, kérlek, mondta Anna, engedd, mert jobban szeretnélek mindennél. Mivel a férfi nem szólt, csak a keze szorult olyan erősen a konyhapult szélére, hogy elfehérettek a bütykei, annak kiadotta a nadrág szíját. Előbb a rövid szár, bújtás, ki a csatból, félre vele, balra, jobbra, majd alatta a nadrág gombjai sorban. Két kézzel a szíj alá nyúlt, és lehúzta a férfi csípőjéről a rövid nadrágot, aztán hagyta, hadd hújjon a bokája köré. Az arca előtt a férfi alsónadrágja sötét lett, olyan, amire nem raknak sliccet, csak erősítést, amiben hosszan és feltűnően ott domborodott Aaron erekciója. Beleakadt az alsónadrág gumiába a pénisze, Annának még egyszer neki kellett futnia, mire kiszabadította. Aztán megint csak nézte, ahogy feszül, fénylik a makkon a bőr, és ahogy remeg a benne zubogó vértől. Anna úgy érezte, ha csak egy ujjam magához érne, akár a bugyján keresztül is azonnal elélvezne. De nem ezt akarta, Aaront akarta. Megmarkolta Aaron péniszét a tövénél, irányba igazította és a szájába vette.
Anna, kiáltott fel fájdalmasan a férfi, és egy görcsös, önkéntelen mozdulattal előre lendül. Az egész innentől már nem tartott sokáig. Anna azt sem tudta, mit tegyen vele. Egyszerre akart örömet szerezni a férfinak, és ő is betelni a férfivel. Simogatta, csókolta, szokta, szívta, nyalta, nem is gondolt bele, hogy kell és hogyan kellene. Közben Áron nyöszörgött, és a hangjától Anna melbimbói fájón a pólójához feszültek, és csurom nedvesen lüktetett az öle. Anna, Anna, nyögdécselt a férfi abban az ütemben, ahogy a pénisze kibejárt a lány szájában. Anna nem csukta be a szemét, mert szerette látni, ahogy a pultba kapaszkodva tartja magát, látni remegő combját, a csípője apró rándulásait. A vágy ködén át meghallotta a kérést. Ne a szádba! És ő elengedte, csak a keze maradt rajta, és amikor Áron hangosan felnyögött, a két melle közé szorította, s még a férfi hasát csókolta, érezte a pénisz ütemes rüktetését, ahogy kilövel a markába, és hallgatta Áron kiáltását, ami tele volt fájdalommal és diadallal. Ki se tisztult a férfi tekintete, Anna már el is tűnt az előszobában, belebújt a szandájába, és elrohant. Huszonhetedik fejezet. Beteg vagy? Dugta be fejét Olivia az ajtón. A szokott félhomály fogadta, senki nem válaszolt, a macska vonult kísértődötten az ajtón. 10:30, nem ma jön haza anyukád? Hagyj, nyögte Anna, és a fejére húzta a párnát. Olivia belökte maga mögött az ajtót, és leült az ágy szélére. Gyanakodva szimatolt. Neked szexszagod van, vagy csak halucinálok? Hagyj már! Olivia ült az ágy szélén, nézelődött, rosszalóan csóválta a fejét a rumli láttán, könyvek össze-vissza, dobozokból kilógó ruhák, a földön Anna farmersortja és pólója, amiben takarítani ment reggel. Mi történt? Kérdezte Olivia részvétlenül. Csak nem dugásba torkolt a nagy takarítás. Anna akár egy fúria ült fel az ágyon. Azt mondtam, hogy hagyj! De a szeme kisírva, és most is remeg a szája. Nem hagylak, nem bírom ezt a vergődést nézni, mondta Olivia. Mesélj, mi volt? Lefeküdtél vele? Nem, sikoltott Anna. Hát, látom, hogy volt valami, jobban jársz, ha kibeszéled. Nem feküdtünk le. Itt Anna megakadt. Hogy fogalmazza meg, hisz már úgy sincs értelme tagadni, nincs az a tökéletes elfojtás, ami ezt kimagyarázza. Orális szex volt, mondta esetlenül. Mint? Húzta a szót Olivia. Te neki, ő neked, együtt. Részleteket akarok. Leszoptam, mondta Anna. Azt hiszem, így mondják, bár nem a szopás volt benne a meghatározó. Olivia nevetni kezdett. Anna megütközve nézte. Mi ezen a mulatságos? Az ő szánalmas, tiltott bűnös szerelmében ugyan mi a mulatságos? Úgy kívánta Áront, hogy szabályszerűen könyörgött neki. Meg akarta érinteni legalább a kezével, aztán a szájával, a nyelvével. Csak ennyit. Több lett belőle, pedig nem így tervezte. Vagy igen, erre készült? Vagy kettesben lesznek, és történik valami? Akármi? Ezért szakított előző este Zalánnal, hogy szabad legyen? Legalább ő? Mi nagy az? Kérdezte Olivia, mikor befejezte a nevetést. Szerinted, kérdezett vissza Anna, mert maga se tudta, mim kéne elgondolkodnia, vagyis hogyan lesz képes ezután folytatni. Áron az anyja férje, könyörgöm. Még ha el is utaznak hamarosan, akkor is. Hogy fog ezentúl a férfire nézni, hogy érezte a pénisze ízét, és hogy fog Áron ránézni, hiszen látta maga előtt térdelni? Már megint, nyugtázta Olivia Anna hallgatását. Mindjárt az eszed? A holnapon. Muszáj leszek hazamenni valamikor. Anya nem értené, miért kerülöm, vagy ami még rosszabb, megértené. Olivia megvakarta a térdét, aztán határozott. Felmászott Anna mellé az ágyra, bebújt a takaró alá és elvackolódott. Na, mesélj! Mondta, amikor megtalálta a legkényelmesebb testhelyzetet. Mit? Kérdezte Anna még mindig ülve. Hát az, hogy a kiállhatatlan csipendélből, aki az anyát férje, hogy lett életed szerelme. És látva Anna ismét legülbölő száját, sietve hozzátette. Ne bőjünk már,
Nem szakadt le az ég, vagy ahogy anyám mondja, több is veszett Mohácsnál. Volt egy kis szex, na bum. Clinton is megmondta, hogy az orál nem számít. Ki? Kérdezte Anna, de nem érdekelt a válasz. Olivia sok fura ismerőst összeszedett a neten. Visszabújt a takaró alá, és szembefordulva Oliviával mesélni kezdett. Az elejétől, ahogy történt, ahogy Áron felszámolta az ellenállását, és meghódította a szívét. Az első lépés volt, amikor segített meggyőzni Zsuzsát, hogy fogadják be a macskát. Aztán a többi apróság, ahogy vele viselkedett, ahogy tulajdonképpen mindenkivel viselkedett. Törődött vele, mindig megvigasztalta, hogy jó vele beszélni, beszélgetni. Nézni, ahogy eszik, vagy játszik a telefonjával, és közben időnként végig simít a szemöldökén, amelyiken a kis forradás húzódik. Tudod, hogy szerezte? Kérdezte Olivia, de már mondta is. A kisebbik bátyja Botton nekilökte a falnak még 3 éves korában. Zirszen öltötték össze a kórházban. Az anyukájuk nem is tudja, hogy a bátyja volt a hibás, mert azóta is hallgatnak róla. Olivia szemét forgatta. Ne neves ki, igen, így volt, bizonygatta Anna. Miért hazudna? Vajon miért? Somolygott Olivia. Anna elhallgatott, hanyat fordult, és a plafonnak mondta. Ő nem is akarta, én könyörögtem. Mit nem akart? Kérdezte Olivia. Csak hogy pontosan tisztázzuk. Nem akarta a szexet. Mármint nem ő kezdte, hanem én. Ő csak eltűrte. Nagy duzzogva, jegyezte meg Olivia. Most gúnyolódhatsz, de tényleg így van. Megmondta nekem még a legelején. Még akkor este, amikor anya kórházba került, hogy ő soha nem fog hozzám nyúlni. Megfogadta és be is tartotta. Milyen kényelmes, húzta el a száját Olivia. Anna szeme sarkából megindult a könycsepp, végigfolyt a halántékán bele a fülébe. Nem törődött vele. Szeretem őt, Oli, nem csak kívánom. Erre már én is rájöttem, mondta Olivia csöndesen. És ő is szeret. Anna erre nem tudott kapásból válaszolni. Nem foglalkozott Áron érzelmeivel behatóbban. Épp eléggé kimerítette a saját vágyaival folytatott küzdelem, amiben csúfosan elbukott persze. Bárhogy van, valaki sérülni fog, és ő vele együtt. Nem tudom, ismerte be, kíván nyilván, azt láttam. Anna, ez nem számít, mondta Olivia. Pasik odáig vannak a szopásért, már megbocsáss, nem tudom miért, de ez a fétisük, magyarázta. Nem nagy ügy, hogy felállt neki, mikor rájött, mit tervezel. Nem vagy túl kedves, ugye tudod, panaszolta Anna. Hát nem, ült fel Olivia. Tényleg, mit kéne mondanom, hogy hajrá, így tovább? Hát, ha meg is dug az anyukát háta mögött, ha nagyon igyekszel? Anna ingerülten hallgatott. No, látod, mondta Olivia, az Áron ügynek nincs jövője. Elutaznak, visszajönnek, egyre megy. Te csak rosszul jársz, ha ragaszkodsz a szerelmedhez. Jobban teszed, ha túllépsz rajta. Mégis hogy? Kiáltott fel drámai hangon Anna. Olivia fontolgatta a választ. Elsőnek kár volt elhajtanod Zalánt. Jó fejsrác, sebész, rendes család, rendes állás, és a szex se volt rossz. Talán vissza kéne édesgetned. Disznóság, hogy áltatom, és közben nem szeretem, mondta Anna. Olivia felnevetett. Hol élsz? Anyám még egyik pasiát se szerette, legfőjebb elviselte. Már az is nagy nyereség. Te is így érzel? Nem szeretett a mást? Kérdezte Anna döbbenten. Én úgy látom, jól megvagytok. Ez a kulcs szó, hagyta rá Olivia, és kikászálódott az ágyból. Menni készült. Visszafordult Anna felé, és jelentőség teljesen megpaskolta a térdét. Ha rám hallgatsz, összeszeded magad, és véget vetsz ennek. Mindig is hadilábon álltatok anyáddal, ettől nem lesztek jobban, azt tuti. Szerinted azért szeretem Áront, hogy bosszantsam anyámat, képettel Anna. Ez marhaság. Olivia vállat vont. Annyira nem, gondolkozz el rajta. Annát elborzasztotta a lehetőség, és minden porcikája tiltakozott ellene. És ha ő is szeret, és akar engem, akkor mi van? Olivia fejét csóválta. Akkor neki kell lépnie. Végül is elválhat anyától, és elvehet téged. Jövőre meg Fannit. 10 év, és jöhetnek a Fanni lányai, a kislányok sorban.
Anna hozzávágta a párnáját, Olivia pedig nevetve kiszaladt. Huszonnyolcadik fejezet. Nem látszol betegnek, fogadta Annát az ajtóban Zsuzsa. Ismét a régi, állapította meg Anna, a haja frissen festve, fehér blúz, vajszínű bő nadrág, semmi pipacs és nem színek. Antibiotikumot szedek, hazudta Anna Zsuzsa kérdésére. Szombat délután, aznap, amikor Zsuzsa hazaért a kórházból, azzal a kifogással mentette ki magát, hogy belázasodott, nem tud értemenni Áronnal, és otthon is kockázatos lenne találkozniuk a fertőzés miatt. Az egész napi sírástól bedugult az óra, a nazális hangot se kellett imitálnia a telefonban. Szombat óta eltelt 3 nap, a nem létező betegségre hivatkozva eddig halogatta a látogatást, de kedd estére már nem talált kifogást. Mit tenyészed ki? Kérdezte Zsuzsa, aki egy spanyol inkvizítor arckifejezésével állta el Anna útját az ajtóban. Anna azonnal a vallatószékben érezte magát. Anya, te is tudod, hogy nem vesznek le tenyésztést a házi orvosnál. Vagyis hasraütésre kaptad a gyógyszert. Zsuzsa számára a bakteriális és vírusfertőzés elkülönítése az életbevágó kérdések közé tartozott. Ahogy a betegségre kapott terápiát is komolyan vette. A gyerekgyógyászok nem ismerte a szokásos gyógyszereket kapásból felírni a két lánynak, végül mire visszajött a tenyésztés eredménye, többnyire meg is gyógyultak. Tapasztalat alapján kaptam, felelte Anna, és kezdett belepirulni a sok hazugságba. Zsuzsa végigmérte, mintha egy szigorú pillantás minden fontosat kiderítene Anna egészségéről. No persze! Mindenkinek ugyanazt, és majd lesz valami. Jól vagyok, anya. Áron? Kérdezte Anna, és minden idegszála megfeszült, hogy ne remegjen a hangja. Bütyköl valamit, egyfolytában akár egy gyerek. Tegnap megszerelte a garázsajtót, ma meg az ablakokat akarja meghúzni, és szerinte zörög a mosógép, magyarázta Zsuzsa, és végre beljebb indult. Anna követte. Értem, nyugtázta a hallottakat. Tehát Áron itthon van. Mindegy, a találkozásokon úgy is túl kell esnie. Kizárólag rajta múlik, hogy lesz-e belőle gubanc vagy nem, elvégre nincsenek ráírva a gondolatai, se az emlékei. Ha képes fegyelmezni magát, mosolyog és semmiségekről fecseg, senki sem jön rá, hogy képtelen szabadulni az emléktől, milyen lélegzetállító volt Áron, amikor szétnyitotta az ingét és közelről látta a göndörszőrrel borított mellkasát, világos rózsaszín mellbimbóit, a halvány szeplőket szerte a bőrén. És férfi létére puha, valósággal sejmes volt a bőre, amikor a nyelvével hozzáért. Basszus! Véletlenül neki ment a zongoraszéknek. 16 éve ott áll az a szék, még mindig nem tanultad meg, korholt a Zsuzsa. Elméláztam, mentegetőzött Anna mogorván, és körbenézve csöppet se lett jobb kedve. Miután ő elrohant, Áron felrakta a függönyt, amit ő szombaton a mosógépben hagyott. Vajon mérgelődött közben? Az elfelejtett függöny miatt, és persze azért, hogy ilyen helyzetbe hozta? Ha dühös Áron, az sem bánja. Szar a helyzet, igen, de legalább maradnak a férfiről emlékei, ha más nem is. Eszel valamit, vagy neki látsz? Lepte meg Zsuzsa a kérdéssel. Most 10 óraival kínálták, mint a konvencionális családoknál szokás. Ahogy Oli anyukája eteti folyamatosan a már nős fiát, amikor ellátogat hozzájuk. Kösz, nem vagyok éhes, inkább elkezdem, megyek a garázsba, mondta Anna. Nem ott vannak, szólt utána Zsuzsa. Behozattam Áronnal a dolgozó szobába a dobozaid. A garázsban hol raknád szét? Az autó tetején? Jobb lesz nálad, köszönöm, felelte simulékonyan Anna, mert egy kibontakozó vitához túl idegesnek érezte magát, pedig semmi kedve nincs az anyja mellett piszmogni. Még mond valamit, amivel elárulja magát. Áron előtt is szörnyen kínos, ami történt, de ha Zsuzsa megneszelni, abba belehalna. Épp elég vezeklés a saját szégyene, az anyja csalódottsága, amit dézsaszám zúdítana rá, már elviselhetetlen lenne. Úgyhogy azóta permanensen be van tojva, mióta tegnap délelőtt az anyja felhívta, hogy a kényszerű betegszabadság alatt rendet szeretne tenni itthon. Anna válogassa ki a dolgait, amit félbehagyott. Muszáj volt hazajönnie, nem bújhatott ki alóla. A dolgozószobát csak nem betöltötték Anna dobozai, csak az ágy maradt szabadon, mert szemmel láthatóan aludt rajta valaki éjjel.
Zsuzsa, elárulták a hidratáló krémek az asztalon. Külön alszatok? Szakadt ki Annából a kérdés. Mi történt? Semmi nem történt, felelte elutasítóan az anyja. A gyógyszerek miatt felszínesen alszom, ráadásul hozzászoktam, hogy egyedül. Ne csinálj te is akkora ügyet belőle, mint Áron. Tehát Áronnak rosszul esik, hogy a felesége külön szobába költözött, söpörte el Anna tiszta virág életű örömét a féltékenység. Persze érthető, motyogta kedvetlenül, és lerogyott az ágy szélére. Kezdem ezzel, nyitotta ki a legfelső dobozt. Jó, mondta az anyja, az asztalán közelebb húzta magához a laptopot, és belemerült a munkába. Dolgozol? Kérdezte Anna, amikor a dobozok felével végzett, és amilyen rossz kedve volt, mindent halálra ítélt. A gyermekkori naplóját, amiben általánosban irogattak egymásnak a barátnőivel, a zongorakottákat úgyse játszik manapság, a zongora be se férne az albérletbe, a jegyzeteit. Össze-vissza dobálta a szemetesbe a papírokat, keveredett az anatómiai gyógyszertannal. Igyekszem a végére járni az elmaradásainak, nézett fel a laptopból Zsuzsa. Talán gyógyszer mellékhatásként, de néhány kilót magára szedett, ami jól állt neki. Kisimultak a ráncok az arcán és a nyakán, mintha színe is egészségesebb lett volna. Undorító, hogy rivális nőként bámulom az anyámat, és azon agyalok, vajon kívánatosabb-e nálam, gondolta Anna, és még kisebbre húzta össze magát az ágy szélén. Örülök, hogy ismét van rá energiád, mondta az anyjának. Szuper. Zsuzsa szemöldöke kétkedően a magasba szökött, Anna tudta, nem szereti az ilyen semmit mondó kifejezéseket, de kivételesen nem tette szóvá. Vagy csak zárójelesen. Aligha örömteli, hogy rohamtempóba kényszerülök, de gyorsan rendbe kell szednem a gondolataim, felelt az anyja. Tegnap felhívtam az amerikaiakat. 2 hét múlva utazunk vissza. Ilyen hamar, döbbent meg Anna, és igyekezett elfojtani a pánikot, ami ott tekergődzött benne. Elutaznak? Már is? Hónapokig annyi se jut neki, hogy véletlenül megpillantsa Áront. A nadrágjába törölte izzadó tenyerét. Örülnöm kéne. Örülök is. Könnyebb lesz így, sokkal könnyebb. Nem túl korai még? Kérdezte azért. 2 napja írtak ki az osztályról. Így van. Azért, mert jól vagyok, vágta rá száradon az anyja. Tudod, hogy ez a betegség nem gyógyul meg hetek alatt, kezdte volna Anna, de az anyja belé folytotta a szót. Tudom, nem kell a kis előadás. Megkonzultáltam Évával, szedem a gyógyszereim, és átvesz ott egy kollégája, ha panaszom lenne. Nem a kőkorban élünk. Aha, értem, bólogatott Anna, és a combjai közé szorította remegő kezét. Már csak a saját érdekében is remélte, valóban az anyja iránt érzett féltés beszél belőle, nem az elkeseredés, hogy végérvényesen elveszíti Áront. Mit képzeltél, te hülye, szánalmas ribanc, hogy maradnak még néhány hétig, és te elcsaprizod az anyád orra előtt a férjét? Ez soha nem történhet meg. Szombaton elgyöngültem, de ez volt az első és az utolsó ilyen. Az Áron dolognak vége, még mielőtt valóban elkezdődött volna. Ami történt, megtörtént, nem lehet visszacsinálni, de örökre titokban kell maradnia. Utálja magát, érte? Helyes. Valószínűleg Áron is szégyeli, hogy hagyta magát, talán haragszik is, mert ilyen szarhelyzetbe hozta. Rendben, nem vagyok a gödörben, gondolta Anna, de innen már csak felfelé vezet az út. Az önmarcangolás nem vezet sehová, szerinte a tettek következményeit rinyálás nélkül viselni kell. Úgyhogy ő is viseli ezentúl. Kinyitotta a következő dobozt, az ölébe húzott egy kupac papírt, de izgatottságában egyelőre el se tudta olvasni a legfelső lapon a feliratot. Vett néhány mély levegőt, hogy megnyugodjon, visszatérjen a látása, elmúljon a reszketése és a zúgása füléből. Ez nem is az én cuccom, hanem a Fanny-é, tolta félre a jegyzetet az öléből, majd röpke gondolkodás után a szemétbe hajította. Ebben a pillanatban jelent meg az ajtóban Áron. Kezében egy csőkulcs, ezt a mosogatógépszerelést kapcsán tanulta meg Anna, és egy koszos rongy. Épp oly lehengerlő volt, mint mindig, épp oly kócos, épp oly szeplős, épp oly feszélyezett. Hát ti mit csináltok itt, lá? Kérdezte eltudott kedélyességgel, de visszanyelte a lányokat, talán megérezte, milyen idétlen. Anna válogat, én meg dolgozom, tájékoztatta a felesége. Említettem neked, hogy jön. Említetted, mondta Áron.
Rá se nézett Annára, kényszeresen kerülte a tekintetét, ami jelentős teljesítmény volt, mert a kis helyiségben alig talált látnivalót. Aztán darabos mozdulatokkal csak felé fordult. Tudok segíteni? Kérdezte. Nincs miben, sajnos nekem kell megcsinálnom az én dolgaim, hárított Anna, és a férfi kínja furcsa mód ingerelte. Ő félt hazajönni, az érthető. Ő kezdte szombaton azt a bizonyos dolgot, a férfi csak tűrte. Akkor Áron mitől van így betolva, hogy rá sem mer nézni? Attól tart, hogy ma is letámadja? Vagy látni se bírja? Az erőszakos, erkölcstelen, áruló mostoha lányát? Aki nem is a klasszikus módon elcsábítani akarta, az talán kevésbé megbotránkoztató lett volna, és talán kivéthető, ha de mint egy útszéli maca elébe térdelt. Anya megkért, hogy fejezzem be, amit elkezdtem, a dolgaim szelektálását. Azért jöttem, tette hozzá. Mindent kidobsz, siklott Áron tekintete a kottákra. A legfelső Bartók gyermekeknek volt. Talán mégse kéne a szelektívben végeznie, de annak képtelen volt a jövőre gondolni, a következő generációjára, aki majd hasznát venné. A következő napra is nehezére esett tervek készíteni. Új életet kell kezdenem. A réginek a szemétben a helye, mondta kihívóan. Oda mindennek, a kottáknak később is hasznát veheted, tiltakozott bizonytalanul Áron. Semminek nem akarom hasznát venni. Mindennel leszámolok a múltamban. Ti elutaztok, én új életet kezdek. Nézett egyenesen a férfi szemébe Anna. Áron elfordította a tekintetét. Értem, mormolta maga elé. Ilyen zajban nem tudok dolgozni, szólalt meg ingerülten Zsuzsa. A vacsoránál megbeszélitek. Annára nézett. Áron hűsüt, egyél velünk. Oliviával biztosan pizzát rendeltek minden nap. Nagyjából, hagyta Zsuzsára feszes mosolyon Anna, pedig Oli főzött néha. Készül az életre, mondogatta. Ha Tamás végre tisztességes asztony csinált belőle, idézgette a nagyanyja szavajárását. Ezért gyakorolt, Anna pedig kötelességtudóan ellenőrizte a főztjét, mielőtt Tamás elirakta volna. Anna fél óra alatt letudta az utolsó dobozt, és végül semmit se vett ki a szemétből. Mehetett az egész a kukába. Ami nem kellett az utóbbi 6 évben, az már ne akarjon kelleni. Mivel csupán a jelenléte is egyértelműen zavart a Zsuzsát, kiment a nappaliba, majd némi téblábalás után csatlakozott Áronhoz a konyhában. 120-szal szaladt a szíve, mikor átlépte a konyha küszöbét. Ez a mi kis szerelmi fészkünk, ötlött fel benne a groteszk gondolat. Sose tud majd úgy ránézni a pult műmárvány szélére, hogy ne látná rajta Áron kezét, amint kétségbe esette markolja, hogy ne őt érintse meg vele. Segítek, mondta, mit csináljak? Pucolhatsz krumplit, felelte Áron, de nem fordult meg, tovább forgatta a húst a serpenyőben. Sercegett a zsír, a konyhát megülte a füst. Anya biztosan utálja, hogy zsírszagú lesz a lakás, futott át Annán a gondolat. Én se rajonganék érte. Áron túl pasis ebbe a két nő által uralt világba, ahol lóg az ajtókilincs és szaktalanok az ételek. Inkább a cikkét kéne gyúrni a sütögetés henyett, anya jobban értékelni az erőfeszítéseit. Nem érzi, hogy anyát az evés alig érdekli? Talán sokkal kevésbé ismeri Zsuzsát, mint hiszi. Kinyitotta a szekrényt, ahol a krumplit tartották. Tálat vett elő, vizet engedett, leült az asztal mellé. Talán igaza van Olinak. Le kell számolnia az érzéseivel. Valójában semmi köze ehhez az emberhez. Ahogy Áron alig ismeri Zsuzsát, ő is vajmi keveset tud Áronról. Egyszerűen csak elveszítette a fejét, mert a férfi jól néz ki. És még az anyját szólta meg ugyanezért, pedig ő se különb. Vajon akkor is szeretné Áront, ha félszeme lenne, és olyan szétfolyó teste, mint az öngyilkos pasinak a bonzteremben. Váratlanul villant be a kép, látta a tegnap esti önmagát ugyanitt, Áron előtt térdelve, de a férfi teste már kisé megereszkedett, a hasfala nem volt olyan kemény, mint most. És ő csókolgatta a puha hasát, a forró, szeplőkkel borított bőrét, a vakbélműtét hege mellett, ahogy tegnap, és olyan hevességgel tölt rá vágy, hogy elejtette a krumpli hámozót, ami élesen csattant a konyhakövön. Bocs, mondta Anna, és lehajtotta a fejét. Ha kevésbé lehengelő lenne, akkor is Áron lenne.
és ő akkor is szeretné. 29. fejezet. Ebéd közben Zsuzsa a mexikói útról beszélt, a kísérlet folytatásáról, a munkáról. Az asztaltársasága inkább hallgatott és evett. Finom, ismerte Anna, mert Áron valóban jól főzött. És fel is takarított, nem úgy, mint Tamás, Olivia barátja, aki után felperzselt föld maradt a konyha. Rég nem ettem ilyen jót. Egészségedre, felelt Áron kimérten. Kár ennyi munkaórát pazarolni az ételre, mondta Zsuzsa, aztán helyesbített. Persze mindenkinek mások a prioritásai. Valószínűleg Anna prioritásairól jutott eszébe, ezért kérdezett rá. Magaddal vitted a macskát? Nem látom nyomát a garázsban. Anna lenyelte a felháborodását, hogy ugyan mi más csinált volna Cilivel. Ha itt nincs, nyilván nála van, nem az utcán vagy a menhelyen. Igen, lakótelepi legény lett belőle, felelte. Kandúr? Kérdezte Zsuzsa. Bizony, és sokat nőtt az utóbbi hónapban, rá se ismernél. A kandúrok büdösek, mondta Zsuzsa. Ő nem, és egyébként is hamarosan ivartalanítatom, jelentette ki dacosan Anna, noha a macskám nem büdös, állítás jelentős ferdítés volt, mert ritkán takarított az almot, bűzlött a lakás, és rendesen szellőztetni sem mertek, ki nem mászon a cita az ablakpárkányra. Hiába magyarázta Tamás komoly képpel és fennhéjázón, hogy a macskák ügyesek, nem esnek le az ablakpárkányról, Annát nem érdekelte a szövege. Elég egyszer leesni, nincs második próbálkozás, úgyhogy szigorú ablak és erkély ajtó nyitási tilalom honolt náluk. Meglep, hogy Olivia nem tiltakozott az állat ellen. Tiszta, rendes kislány, csóválta a fejét Zsuzsa. Én pedig egy koszos malac vagyok, háborgott Anna, és együttérzést remélve önkéntelenül Áronra pillantott, aki valóban őt nézte, és egy villanásra összekapcsolódott a tekintetük. Rögtön szét is vált. Oliviának nincs miért tiltakoznia, jelentette ki dühösen Anna, én is elviselem a szörnyű pasiát. Jóval zajosabb Cilinél, és ugyanúgy a folyosón sétálgat reggelente, mint Cili. Egy szál alsó gatyába. Ha én elviselem a ványa teste látványát, ő is elviselheti Cilikét. Nincs mit Olivia szemére vetned. Üzalán jelenlétét tűri el a közös lakásban, figyelmeztette Zsuzsa. Zalán nem alszik nálunk, tiltakozott Anna, és egyébként is szakítottunk. Mikor? Kapta fel Áron a fejét. Péntek este, válaszolt egyenesen neki Anna, aztán sietve elfordította a fejét. Most vajon számolgatja, hogy a péntek még előtte volt-e? Mert igen, korábban szakítottam Zalánnál. Legalább Áron rájön, hogy nem vagyok akkora ribanc, mint elsőnek hitte. Mi kifogást találtál az ellen a rendes fiú ellen? Kérdezte Zsuzsa. Olivia se értette, valahogy nem illettünk össze, nevetett kényszeredetten Anna. Zsuzsával utált az érzéseiről beszélni, mert többnyire megkérdőjelezte a létjogosultságukat, ahogy most is. Vajon azért kedveli Zalánt, mert ő nem akar elköteleződni mellette? 2 hónap alatt kiderítetted, hogy nem hozzád való? Elhamarkodott döntés fontos kapcsolatról ilyen rövid idő alatt, mondta Zsuzsa. Még 2 hónap sem, és nem nevezném kapcsolatnak, ami köztünk volt, felelte Anna. Ha ennyit válogatsz, egyedül maradsz, mondta Zsuzsa. Anna elvörösödött, és ha elfelejtette volna, hogy bánt a környezetével a betegsége előtt Zsuzsa, hát most emlékeztette rá. Talán mégis inkább a lila ruhában pörgő szépasszony, mint ez a földszínekbe öltözött kaktusz. Nem lehetek ilyen hülye, rémült meg Anna a saját gondolataitól. Anyám beteg volt. A mánia csak pillanatokra bájos, de az idő zömében fárasztó és veszélyes is. Zsuzsa csak kinevettette magát a kollégái előtt, de a pszichiátriai gyakorlaton Anna olyan beteggel is találkozott, aki szárnyakat eszkábált magának, és kiugrott a 10. Kösz, anya, mormolta maga elé. Szívesen törölte meg az anyja a száját. Jövő pénteken búcsúbulit rendezünk, az utazás előtt. Eljöhetnél. Anna felnézett. Megint buli? Kérdezte óvatosan. Jó ötlet ez? Kit hívtál meg? Ugyanazokat? Zsuzsa hátradőlt a széken, és szemmel láthatóan bosszantotta Anna kérdése. Ugyanazokat. Akik láttak kivetkőzni magamból, és most fúrnak a hátam mögött. Tehát Áron elmondta a doktorit, nyugtázta Anna.
és fel is húzta vele anyát. Érthető. Ha Áron nem a férje lenne, csak a volt doktorandusza, akkor is közös célpontot alkotnak ketten. Biztos, hogy elég jól vagy ehhez? Kérdezte Anna ismét. Áronra nézett, szövetségest kerestve, mert mégiscsak ők ketten álltak legközelebb Zsuzsához. Szerinted? Lehetett valami a hangjában, ami ingerelte Zsuzsát. Az én házamban nem kell engedélyt kérnem senkitől, vágta rá, és Anna az ellenséges hangból megértette, hogy korábban már ők ketten is megvitatták, és Áronnak se tetszett az ötlet. Anya, nem az engedélyemről van szó, magyarázta Anna, és zavartan gyűrögette a szalvétáját. Féltelek, hogy túlságosan megterhelő lesz neked. Zsuzsa széles mozdulattal söpörte félre az aggodalmát. Fölösleges pátyolgatnotok. Jössz vagy nem? A jövő pénteken ügyelek. Este 6-tól reggel 6-ig. Nem tudok jönni, felelt Anna. Sajnálom, mosolygott békülékenyen Zsuzsa. Majd előtte elbúcsúzunk. És ne aggódj. Fölösleges. Harmincadik fejezet. Pénteken éjjel telefoncsörgés ébresztette Annát az ügyeleti szobában. Riadtan nézett az órára. Hajnali 4-et mutatott, az ablakon épp csak beszűrődött némi fény. Tessék, kertész doktornő, vette fel a belső telefont. A porta hívta, Anna meg is lepődött, amikor a portás a szokott zsolozmázó szerzetest idéző hangkordozással bemutatkozott. Halló, megyei kórház, porta? Kertész doktornő vagyok, a gyerekosztályról, mondta. Szerintem rossz számot hívott. Nem, nincs tévedés, magát keresik, doktornő, itt lenn a portán. Kicsoda? Kérdezett visszakábultan Anna. Ügyeletben legfeljebb az éjszakás nővér ébreszti, ha az osztályon történik valami, vagy a központi ügyelet, ha mentőhoz gyereket a városból, nem közvetlenül a porta. Azt nem tudom, kicsoda, nem értettem a nevét, de bizonygatja, hogy magával kell beszélnie. Most? Hökkent meg Anna. Több lehetőség futott át rajta, elsőként, hogy Olit valami baj érte. Csak, hogy ő a mobilon hívná. A következő ötlete egyik beteg anyukája lenne, de ők nem tudják biztosan, hogy ma éjjel megtalálják a kórházban. Férfi vagy nő, aki keres? Kérdezte. Férfi. Valami Horvát vagy Molnár Áron, nem értettem tisztán. Azt mondja, a mostoha apja a doktornőnek, de ezt erősen kétlem. A portás elhallgatott, letette a kagylót, keményen koppant az asztalon. Anna szinte látta maga előtt az idős férfit, ahogy kikukucskál a fülkéje ablakán, majd kis idő múlva ismét meghallotta hangját. Kissé kapatos szerintem. Ha nem jön le doktornő, hívom a rendőrséget. Anna úgy pattant ki az ágyból, mint aki darás csípett. Hagyja, megyek. Szóljon neki, hogy 5 perc és ott vagyok. Amíg belebújt a papucsába, azt latolgatta, mit akar határon. Ma este volt a búcsúbuli, annak valószínűleg rég vége. Ott történt valami? Már megint. Biztosan anyával van baj. Tegnap előtt, mikor náluk vacsorázott, jól volt, vagyis olyan, ami lenni szokott, inkább Áron tűnt lehangoltnak. Ha visszagondol, egész este 3 mondatot szólt. Ám a férfi alig, ha jönne hozzá sírni, hogy a felesége nem engedi az ágyába. A köpenyt is magára kanyarította, és zsebre dugta a fonendoszkópot. Mindjárt kezdődik a vasárnapi műszak. Ha Áronnal beszélt, kezdhet az osztályon vizitálni. Furcsa volt a porta előtti üvegfolyosó, így hajnalban, üresen, a büfé zárva, nem terjengett se kávé, se pogácsa illat, és hiányzott a betegek színes hata. Hangosan visszhangzott Anna lépte, hogy közeledett Áronhoz. Egyből látta a kipirult arcáról és csillogó szeméről, hogy nem részeg, de ivott. Nincs semmi baj a Zsuzsának, mondta Áron még jóval a társalgási távolságon kívül. Anna megnyugodva lassított. Menjünk innen, szólt halkan, amikor Áron mellé ért, mert a portás kíváncsian nézegetett feléjük a fülkéjében. Mi történt? Kérdezte, amikor a kereszt folyosóra értek, és ott megálltak. Áron zsebrevágott kézzel toporgott mellette, de a szeme helyett a kórház folyosó kőkockáit vizslatta. Rosszul festett. A haja összetapadt az izzadságtól, a bőre fény lett, az inge egyik oldalt kilógott a nadrág derekából. Miért jöttél? Kérdezte ismét Anna, mert Áron csak toporgott, de nem szólt. Szeretnék beszélni veled. Nézett fel a férfi végre. Itt áll? Kérdezte vártóan Anna.
Milyen dolog már, hogy részegen beállít a munkahelyére hajnalban, valószínűleg gyalog, azért is izzadt ennyire. Pedig telefonon is kereshetné emberi időben, vagy személyesen persze, hisz tudja, hol lakik. Ez a látogatás borgőzős ötlet lehet, és nagyjából annyit is ér. Ittam kicsit, hogy bátorságot gyűjtsek, felelte Áron. Mihez? Kérdezte Anna, és érezte a gúnyt a hangjában, de nem bánta. Dühös volt Áronra, hogy ilyen hatással van rá. Kezét lábát törve rohant elé az osztályról, a várakozás izgalmától alig kapott levegőt, noha tudja, nincs mit remélnie. Áron nem fog elé térdelni, hogy szeretlek, Anna, mindig is téged szerettelek, elhagyom anyádat, és elhajózom veled a csodák szigetére. Ahogy ilyen sziget nem létezik, úgy a férfi szerelmesen valós. Csak a kínját hosszabbítja, és csalók a reményeket kelt benne. Ne itt, kérte Áron. Anna egyik lábáról a másikra állt, és mélyen a zsebébe süllyesztette a kezét. Hanem hol? Mit akarsz, amihez nem megfelelő egy üres folyosó? Kérdezte ellenségesen. Valami nyugodtabb helyen szeretnék beszélni. Mihez nyugodtabb ugyan, fordította el a férfiről a tekintetét idegesen Anna. A lába is remegett, annyira félt. Áron le akar feküdni vele? Azért jött ügyeleti időben oda, ahol nincsenek tanúk, még Olivia se? És ha ezért jött, neki van elég ereje visszautasítani? Szokott néha gondolni erre, hogy milyen lenne. A látvány már megvolt, az érzés pedig hozzáképzelte. Áron testét rajta, két combja között a csípőjét, ahogy magába fogadja a péniszét. Szinte sírt, annyira szerette volna. De nem akarta. Menjünk fel a szobámba, mondta, és összerezzent a saját merészségétől, alig, hogy kimondta. Ez még nem jelent semmit. Bármikor visszakozhat, bármikor nemet mondhat, ha Áron valóban ezért jött. Sokat ivott a buliban, felment az emeletre, nem tudott elaludni, eszébe jutott Anna, és begyalogolt a városba, hogy lássa. Így történhetett. Ő meg elfulló lélegzettel rohant a karjaiba. Na jó, azt nem. Eddig még barátságosnak se lehet címkézni a viselkedését. A liftben hallgattak, mindketten az irányítópanelt fixírozták, mintha idegenek lennének. A nagyjából 100 méter távolságot is csöndben tették meg Anna szobájáig. Ilyenkor szoktak a Grace klinikában egymásnak esni a doktorok, húzta el a száját Anna. Csak a sebészeten a karbantartón kívül fiatal férfi orvos is van, nem úgy, mint náluk. Sebésznek kellett volna mennem, mosolygott idegesen. Anna előre engedte Áront az orvosi szobába, és felkapcsolta a villanyt. Az imént beágyazott, az egyszemélyes ágyat kockás takaró fette, a végében összehajtogatva tornyosult a kórház pecsétjével megjelölt ágynemű. A dohányzó asztalon szaklapok, a sarokban kávéfőző és kis hűtő, a redőny félig leengedve. Anna beljebb sétált, megállt a hűtő előtt, és szembefordult Áronnal. Hallgatlak. Szeretnék elbúcsúzni tőled, mondta a férfi, és ellépett az ajtó mellől. Anna kurtán felnevetett. Ezt elmondhattad volna a telefonon. Fölöslegesen jöttél ide hajnalban. Szerettelek volna látni, még legalább egyszer. Áron megdörzsölt a száját. A múltkor elrohantál, nem voltam biztos benne, hogy találkozunk még. Szeretnél adni egy búcsú puszit? Kérdezte Anna. Az ellenséges hangtól összerándult a férfi. Anna, kérlek, ne bánts, mondta, és megkerülve a dohányzóasztalt közelebb lépett hozzá. Én téged? Szólt dühösen Anna. Ugyan mivel tudnálak bántani? Hogy haragszol rám? Felelt Áron, és nem vette a tekintetét Annáról. Így nehezen sikerült Annának elutasítónak maradnia. A férfi arcán elömlő nyilvánvaló sóvárgástól remegett a lába, és elnehezült az öve. Nem, nem akarom ezt, sikoltott benne a józanész. Nem akarok szenvedni, reménykedni, majd csalódni, ahogy bűntudatban élni se. Anyám szereti ezt az embert, ő pedig elvette feleségül. Mit akar tőlem, és mit akarok tőle én? Semmit, semmit. Nem haragszom rád, mondta szigorúan Anna, magamra haragszom. Kérlek ne, lépett mellé Áron, két keze közé zárta az arcát és megcsókolta. Először finoman, aztán mikor Anna a döbbenettől, vagy talán a gyöngeségtől, ki tudja, felsóhajtott, megnyíló ajkai közé benyomakodott a nyelve. Először érzem a szája ízét, futott át Annán, hamarabb volt a számban a pénisze, mint a nyelve. Ez olyan jellemző, ami szerencsétlen kapcsolatunkra, hogy minek lehet ezt nevezni. Viszki és Áron ízt érzett, és még el sem kezdték, már tudta, be kell ezt fejezniük.
Pedig jó volt, de még milyen jó, beleszédült, annyira jó. És a köpenye zsebébe markolt, hogy ne a férfi ingével tegye ugyanezt. Megmarkolja és közelebb húzza Áront, majd levetkőztesse és végre magába fogadja. Mert a férfi is szeretne benne lenni, érezte az erekcióját, de hát olyan nagy dolog ez, hogy részegen megcsókolja és szívesen megdugná? Nem. Ez nem fontos. Ahogy az előző se volt az. Hisz nem hívta fel utána, tartotta a távolságot, nem kereste, nem akarta. És ő Anna se akarja. Nem feledkezhet bele a csóba, a hangulatba, ahogy semmi másba se, ami utána következne. Mert reggel mi lesz? Áron kiszállna belőle, ahogy az alkohol is addigra lebomlana, és nagy feszengve magára kapna a nadrágját, és elinalna. Neki pedig maradna még több bűntudat, és még több szégyen. Elhúzta a száját, megragadta Áron mindkét csuklóját, és levette a kezét az arcáról. Miért jöttél? Kérdezte, és alig látta a férfi arcát a könnyeitől. Mert nem bírom nélküled, mondta Áron. Kivállok, és szünet nélkül te jársz az eszemben. Ha csak rád gondolok, képtelen volt befejezni. Igen, mi van, ha rám gondolsz? Kiáltott fel keserűen Anna. Tudom, hogy külön alszotok anyámmal, és nincs meg a betevő puncid. Ezért jöttél, hogy ezt orvosoljuk? Anna, kérlek, kiáltott Áron. Mit kérsz? Ugyan mit kérsz még tőlem, kiabált Anna, hogy feküdjek le veled? Vagy szopjalak le, ha már úgyis megtettem egyszer? Ezt kéred? Anna, miért haragszol rám? Kérdezte Áron. Nem haragszom rád, magamra haragszom, hogy megkívántalak. Ez olyan rossz. Az anyám férje vagy, könyörgöm, az anyámé. Ezt biztosan nem felejtetted el. Mi lehet ennél rosszabb? Mit szólna anya, ha most látna minket? Ilyen szánalmasan. Eddig se nézett semmibe, ezután pedig jogosan utálna. Nem tudom, mit szólna Zsuzsa, vagy bárki más. Nem tudok ezen gondolkozni, mondta kétségbe esetten a férfi, és mély árok képződött a szemöldöke között. Anna hallgatott, és egyenként gördültek le az arcán a könnycseppek. Nem törődött velük, le se törölte őket. Tehát döntsek én, mondta. Gondolkozzak én. Küldjelek el én. Ezt szeretnéd? Megszívta az órát. Rendben, mondom. Jobb, ha elmégy. Sajnálom, de ez nem jött össze. Nem fogok búcsúzóul lefeküdni veled. A férfi kiúszta magát. Azt gondolod, hogy ezért jöttem, hogy lefektesselek? Még neki áll feljebb, dühödött fel Anna a férfi sértett arc kifejezésén. Mi másért? Kérdezte maró gunnyal. Egy laza szopás a konyhában, egy laza dugás itt, és már is sokkal könnyebb. Áron szó nélkül komoran bámulta, és már nem látszott részegnek. Kiment a szobából, és Anna zokogva rogyott le az ágy szélére. Harmincegyedik fejezet. Egy gép beregett az udvaron. Áron füvet nyír, mondta le a kézenfekvő következtetés Anna, és megtorpant a kertkapu előtt. Muszáj bemennie. A születési anyakönyvi kivonatát elfelejtette a költözéskor magával vinni, és hétfőn szeretné megújítani a személyigazolványát. Elintézheti reggel, még a munka előtt, de kell hozzá a születési anyakönyv. Besétál érte és elhozza. Milyen egyszerűen. Nagy levegő, fej felszegve keresztül az udvaron, biccentesz Áronnak, lehet észesen vesz a nagy zajban, megkeresed a komódban az iratot, aztán ugyanígy ki, biztatta magát. Lenyomta a kilincset, majd elengedte. Képtelen találkozni Áronnal. És érkezett a felmentő gondolat. A kulcsom olyan rajta az utcafronti ajtóé is, noha sose használja. Előről közelít, elkerüli Áront, ha szerencséje van, még az anyját is. Lásd csodát, a kulcs nyitotta az ajtót, kilépett a papucs cipőjéből, és mezitláb a zongora mellett álló komódhoz lopakodott. A dolgozó nyitott ajtaján keresztül látta, hogy az anyja egy szoknyát simít a dugig pakolt bőrön tetejére. Felnézett. Észrevették a fenébe. Szia, anya! Köszönt. Zsuzsának nem várt mértékben felderült az arca. Remek, hogy átjöttél, beszélni szeretnék veled. Zárta le a bőrönt fedelét, és kilépett a nappaliba. Az udvaron elhallgatott a fűnyíró. Nem ér rá később, majd elmondott telefonban.
Most sietek, csak egy iratért ugrottam be, hadarta Anna, és szégyelte magát, hogy gyáva nyúl, de a szégyennél erősebb volt benne a félsz, hogy Áron bejön, és a jelenlétében ő képtelen lesz eltitkolni az érzéseit. Az egész zavaros katyvaszt, hogy szereti, hogy haragszik rá, hogy alig bír ránézni, de szíve szerint egész nap csak bámulná, ha már hozzá nem érhet. Sose volt nagy hazudozó, és az iskolai előadásokon is a hátteret erősítette, mert rémesen szavalt még verset is. Milyen életért? Kérdezte Zsuzsa, aki marxizmust is tanult, hitt benne, hogy a világ megismerhető, és ő meg is akarta ismerni. A személyimhez kell, hétfőn megújítom, és rávezetik a doktorit is. Anna kiúszta a komod legfelső fiókját. Ne túld fel az egészet, ott van az enyém mellett, lépett közelebb Zsuzsa. Eddig miért nem csináltattad meg? Mire vártál? Most megcsináltatom, ne piszkálj, rántotta ki az anyakönyvet Anna, és indult a bejárat felé, amikor a hátsó ajtón belépett Áron. Nem vette észre Annát, leszegett feje, húzta le a koszos cipőjét. Zsuzsának feltűnne, ha köszönés nélkül eliszkolna, jött rá csüggetten Anna, úgyhogy lefékezett a nappali és az előszoba találkozásánál. Zsuzsa ellépett Anna mellől, és Áronhoz fordult. Jó hírem van, mondta. Megbeszélhetnénk zuhany után? Viszket mindenem az izzadságtól, mormolta Áron. Zsuzsa vállat vont. Csak annyit akartam, hogy délután beszéltem a rektorral. Horváth visszavonta a beadványát. Milyen? Nézett fel Áron, és észrevette Annát. Úgy maradt félig kiegyenesedve, megkörülten. Anna meglobogtatta a kezében tartott papírt. Hello mindenki, én végeztem, megyek is, búcsúzott bántóan harsány vidámsággal. Várj, szólt utána Zsuzsa, még el sem mondtam, amit akartam. Igen, eresztette le a karját kelletlenül Anna. Észre se vette, hogy meggyűrte a kezében tartott anyakönyvi kivonatot. A szobában egyedül Zsuzsa volt elemébe. Anna akár egy riadt nyúl a hajtás kellő közepén megfeszült testen várta, hogy megugorhasson, és bemeneküljön a védelmet adó sűrűbe, esetében ki az utcára. Áron pedig szinte transzban mozdulatlanul állt, mintha nem tudná merre induljon, és a döntésképtelenség a földhöz szögezte. Délelőtt a rektornál benn volt Bálint, a témavezetőd Anna, magyarázta széles mosolya Zsuzsa. Valami közös projektet egyeztettek, és beszéltem vele rólad. Anna tágra nyitotta a szemét, és felhagyott az anyakönyv gyűrögetésével. Milyen Bálint? Kérdezte. Akinél a diplomamunkád írtad, magyarázta Zsuzsa. Anna a döbbenettől azt is elfelejtette, hogy szökni készült. Honnan tudod, ki volt a témavezetőn? Kérdezte gyanakodva. Már én is majdnem elfelejtettem. Nemrég megkerestem a diplomamunkád, és elolvastam, ragyogott Zsuzsa. Áron közben elhatározásra juthatott, mert lerúgta a cipőjét, és átvágva a nappalin, elindult az emeletre vezető lépcsőn. Várj, Áron, állította meg Zsuzsa, majd ismét Annának intézte a szavait. Egész rendes munka, lehetne belőle valami, valami több. Milyen több? Feszült meg Anna teste. Tudomány, kutatás, meglátjuk, mire lesz elég, csillogott Zsuzsa tekintete. Úgyhogy éltem a váratlan lehetőséggel, és megbeszéltem Bálinttal, hogy amint felszabadul egy kis ideje, nekiláthatsz nála a tudományos fokozat megszerzésének. Nem is értem, miért halogattad eddig. Áron már félúton járt az emeletre vezető lépcsőn, talán nem hallotta, hogy a felesége még nem engedélyezte számára a zuhanyt, de most visszafordult és Annára nézett, aki úgy érezte, az idegességtől nem kap levegőt. Anya, én nem akarok visszamenni Budapestre, mondta ilyetten. Az anyja arcáról lehervadt az elégedett mosoly. Ne beszélj butaságot, máshogy képtelenség konzultálni, itthonról rémesen bonyolult bejárni. Nem szeretnék bejárni. Most költöztem albérletbe. Olivia disznóság lenne faképnél hagyni. Megállapodtunk, hogy ketten fogjuk fizetni a lakbért. Ne gyerekeskedj, Olivia talál másik lányt helyetted. Tegnap, amikor a vízúra leolvasó becsörtetett a konyhába, Ciri beszorult a mosogató alatti szekrénybe. Ahogy a macska, Anna is legszívesebben fújt és karmolt volna. Nem hagyhatom cserben a barátnőmet, mondta. Gyerekes érve a barátnő, ha a jövődről van szó, jelentette ki az anyja. Milyen jövőről, anya? Az én jövőm a gyerekgyógyászat, és Veszprémben van gyerekosztály. De milyen?
közönséges rotavírus fertőzések, esetleg néhány varicella, semmi komoly lehetőség a kiemelkedésre, ahogy Budapesten. Ott megmutathatod, mit tudsz, hogy többre vagy képes, magyarázta az anyja széles karmozdulatokkal. Mindjárt elsírom magam, gondolt Anna, vagy visítani fogok jobb esetben. Ó, hányszor érezte már ezt a bénító tehetetlenséget, számát se tudta. Amikor szeretett volna valamit megértetni az anyjával, de ő oda se hallgatott, csak fújta magáét és nem figyelt rá. A nappali három sarkában álltak, Áron a lépcsőn, Zsuzsa szemben, Anna a bejárati ajtó előtt. Ne fitymált, kérlek, a veszprémi osztályt, mondta elfúló hangon. A főorvos remek szakember. Az anyja megrázta a fejét, amitől szerte röpködött a haja. Ez egy másodrendű oktatókórház, a SOTA a legjobb. Az a legfontosabb, hogy adj bele mindent, hogy a legjobb legyél. Nem a második, hanem az első. Anna nagy levegőt vett. Nyitotta volna a száját, hogy bizonygassa, ez a kórház is kiemelkedő, a főorvos országosan elismert, és jó helye van itt. Hát, ha az anyja megérti. Aztán Áronra nézett. A férfi lehajtott fejjel maga elé bámult. Ő az egyetlen, akire valóban szüksége lenne, gondolta Anna, de mégsem kaphatja meg. Aki a legjobb lenne neki, és akiért mindent meg is tenne, de nincs esélye. A többi, a munka, a gyerekosztály pont megfelelő. Nem kell, és nincs is szüksége különbre. Mit akar bemagyarázni neki az anyja? Mit erőltet rá megint, mint a szalagavatón a ronda ruhát, vagy a legerősebb gimnáziumot, amikor ő Oliviával szeretett volna tovább menni a második legerősebbe? Zsuzsa összedörzsölte a kezét. Bálint adott névjegykártyát, a táskámba tettem, megyek, megkeresem. Elindult a szobája felé, amikor Anna utána szólt. Anya! Nem figyelt, ment tovább, de Anna rákiáltott. Anya! Erre megállt, visszafordult, és Áron is Annára nézett. Anya, én nem fogok visszamenni Pestre, bármit is beszéltél meg Bálinttal. Mondta, megnyomva a keresztnevet, ami nő a témavezetőjét sose szólította. No, de ott kezdte volna Zsuzsa, de Anna belé folytotta a szót. Anya, én jó orvos akarok lenni, nem a legjobb. Sőt, a második és a harmadik legjobb se. Szimplán jó. Azért jöttem haza, mert itt megtanulhatom. A főorvos remek ember, remek orvos is törődik velem. Ő megmutatja, hogyan lássam el rendesen a betegeim, hogy meggyógyuljanak. Nem akarok mást vagy többet, nem szeretnék csodákat tenni. A munkám akarom rendesen elvégezni. Na de, kezdett volna bele ismét Zsuzsa, és megindult Anna felé, de Anna egy kézmozdulattal megállította. Ahhoz a munkához, amit én csinálni fogok, épp elég, amit itt megtanulok. Eszemben sincs tudósként dolgozni, vagy elhelyezkedni a SOTÉ-n, vagy akármelyik klinikán. A kruppos és fozsós hányos gyerekeknek épp rám van szükségük. Egész életedben taknyosorokat akarsz törölgetni? Szögezte előre Zsuzsa az állát. Akár, felelt Anna. Nem szeretnék olyan helyen dolgozni, ahová összegyűjtik a legsúlyosabb betegeket. Nem. Nekem megfelel a taknyos gyerek és a hétköznapi rutin. Nem vágyom kihívásokra, mint te, nagy feladatokra. Hagyj vele békén. Úgy beszélsz, mintha nem is az én lányom lennél, mondta elképedten Zsuzsa. Soha nem elégedtem meg a középszerűséggel. Áront is addig hajtottam, míg elég jó nem lett, hogy mellettem dolgozhasson. Áron teste megrándult, Anna látta, hogy ez a szúrás az elevenébe hatolt, de nem akart vele foglalkozni. Zsuzsa is épp eléggé kimerítette. Vállat vont. Én taknyosorokat törölgetek, ti pedig megmentitek a világot. Van ez így, mondta, és maga is érezte a gunta hangjában, pedig Áront nem akarta bántani. Mivel az anyja elképedten pislogott, Áron pedig valahová az udvarra nézett, Anna ismét meglobogtatta a papírt a kezében. Hát akkor viszlát, mondta, és behúzta maga után az ajtót. Zsuzsa az ajtózár kattanására tért magához a döbbenettől, megrázta a fejét. Ehhez mit szólsz? Mennyi ostobaságot hordott össze ez a lány? Persze mindegy, holnapra meggondolja magát. Nem hiszem, felelte Áron tompa hangon. Zsuzsa ránézett, és valamelyest oldódott a döbbenete. Azért te örülsz? Nem vagy olyan hálátlan, mint Anna? Minek kellene örülnöm? Kérdezte Áron kedvetlenül. Hogy elintézzem, Horváth vonja vissza a feljelentését, magyarázta türelmetlenül Zsuzsa, és közelebb lépett a férfihez. Hogy állítólag felhasználtad a cikkemet a szakdolgozatodhoz. Ja, vagy azt, értette meg Áron, de hát felhasználtam, nem?
Zsuzsa rásimította a lépcsőkorlátot markoló kezére a tenyerét. De igen, csak hogy ez nem számít. Tegnap még számított, mondta Áron. Zsuzsa rosszalóan ráncolta a homlokát. Azt hittem, hálás leszel, hogy elintéztem neked. Áron kihúzta a keze alól a kezét. Hálás is vagyok persze, köszönöm, velem szóba se álltak. Zsuzsa felnevetett. Ez a különbség kettőnk között. A rektor egyből összecsinálta magát, amikor megkérdeztem tőle, mégis hogy képzeli. Te az én beosztottam, vagy én tartozom érted felelősséggel. Ne beszéljen bele Horváth a dolgainkba. Áron elhúzta a száját. Szuper, egyből mindenki kapitulált. Hát persze, mondta Zsuzsa, a dolognak több volt a füstje, mint a lángja. Csodálom, hogy komolyan vetted. Jobb kezével végig simított a férfi mellén, a nyaka köré fonta a karját és hozzásimult. Kis butus. Büdös vagyok és koszos, mondta Áron. Nem számít, kivállak. Mi ütött beléd? Fejtette le Áron Zsuzsa karját a nyakáról. Tegnap még egy ágyban aludni se akartál velem. Hát most már akarok, mondta Zsuzsa, és belenyúlt a férfi nadrágjába. Ott semmi izgalmasat nem talált, Áron pénisze lankadtan pihent. A férfi elhúzta a kezétől magát. Inkább bezuhanyozom. Azzal elindult felfelé a lépcsőn. Megyek utánad, szólt Zsuzsa. Inkább ne, szólt vissza Áron. Fáradt vagyok, és még be se pakoltam. Zsuzsa nevetett. Holnap után Mexikóban közös szobánk lesz. És én tudom, mit szeretsz, drágám, ne aggódj, fog ez menni. A férfi egy pillanatra megtorpant a lépcsőn, aztán folytatta útját a fürdőszobába. Jóval éjfél utánig bámulta álmatlanul a plafont. Felkelt, csöndesen lement a földszintre, majd ki a garázsba. Megkereste a polcon a kötelet, amit kaparófának akart felhasználni, hurkot kötött a kötél végére, átdobta a gerendán, a szabad végét a Skoda vonóhorogjához rögzítette, kihúzta a sámlit az asztal alól, felállt rá, a fejét átdugta a hurkon, és kirúgta maga alól a sámlit.